egyrészt itt van velünk kapitány Krisztián, aki az életre kellők addiktológiai konzultánsaként van itt velünk, és szerhasználókkal foglalkozik napi rendszerességgel, nagyon fontos munkát végez. Itt van velünk továbbá dr. Szemeász János, aki az orvosi szakértelmet képviseli, pszichiáter és addiktológus szakorvos, és egyben az Indít közalapítvány szakmai vezetője is. És szintén körülben üdvözölhetjük Lévai Miklóst, aki egyetemi tanár, és az ELTE kriminológiai tanszékének tanszékvezetője, és egyben korábban alkotmánybíró is volt. És végezetül még Ignációt is szeretném bemutatni, aki hát tulajdonképpen maga jobb alkalmazó, mert hogy a fővárosi törvény szépírájaként elsősorban fiatalkorúak ügyeiben, azon belül is különösen kábítószerekkel kapcsolatos ügyekben érkezik. Úgyhogy hát most a kerekasztal előtt az volt a terv, hogy mindenkinek átadnám a szót egy pár perc erejéig, mondjuk maradjunk annyiba, hogy 7 perc, mert ugye egy kis csúszásban vagyunk, és akkor mindenki tartana egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kis expozét, amiben hát 7 perc alatt ugye mit lehet, de hogy legalább valamennyit megtudunk arról, hogy mivel foglalkoznak ezek az emberek, valamilyen képet kapunk erről, és hogy hát mi ennek még a hozzáadott haszna, ugye a kerekasztal beszélgetés végén lehetőség lesz arra, hogy kérdéseket is feltegyetek, úgyhogy ezekből a beszédekből én bízom benne, hogy azért meg lehet azt többé-kevésbé tudni, hogy milyen kérdéssel kihez érdemes fordulni itt a kerekasztalban. Úgyhogy először kapitány Krisztiánnak adnám szót, aki egy elég provokatív címmel készült, bár nem biztos, hogy provokatívnak szánta. Ez pedig ugye hát a kamaszok szerhasználatának a funkciója, talán? Igen, igen, igen. Hát én alapvetően egy gyakorlati terepről jöttem, ugyanis egy fiatalkorúaknak szánt ilyen drogrehabilitációs otthonban dolgozom, és alapvetően a motivációs interjú az alaptechnikáinak az egyike. És ezen belül van egy olyan feladat, hogy egy táblázatot kell kitölteni arra vonatkozólag, hogy mik a drog használatának az előnyei, hátrányai, és mi az abbahagyásának az előnye, meg a hátránya. És hát az elmúlt 5 évben összegyűlt egy lakott válasz ezekből, és különösen ugye én azt tulajdonítom funkciónak, amit ők megjelölnek a droghasználat előnyének. És a legfontosabbakat így összegyűjtöttem nektek, így az elmúlt 5 év tapasztalata alapján, de először is ugye az fontos tudni, hogy én kamaszokkal foglalkozom, tehát érdemes egy kicsit így megvizsgálni maga ezt az életkorcsoportot is. Tehát ez egy nagyon-nagyon terhelt időszak, tehát alapvetően ugye a kamasznak is, az enyének is, meg a családjának is egy elképesztően nehéz időszak, hiszen ez egy életciklus átmenet is. Tehát megrengett mindent, ami előtte volt, az addigi normarendszert, az addigi kultúrát, az addigi családi szabályrendszert, és egy vadonatúj dolgot kell a helyére tenni. És tudjátok, ennek nincsen egy olyan biztonságot adó forgatókönyve, amit úgy oké, most ezt így kipipáljuk, és akkor így azonnal az ember így felnőtté válik, tehát így katapultál így a felnőtté válásba. Szóval alapvetően egyébként vannak olyan kultúrák, ahol ezt meg lehet tenni. Például Dél-Amerikában van egy törzs, ahol egy ilyen kesztyűbe kell a beavatottaknak így belenyúlni, ami tele van ilyen puskagolyó hangyával, ami alapvetően így a legkomolyabb fájdalmat tudja okozni, így, amiről az ember tud. Belenyúl a gyerek ebbe a kesztyűbe, szétcsípik ezek a hangyák, és utána hirtelen már is a felnőtt korba átkatalakultál. Na most ez nálunk nincsen, tehát hogy gondolhatjuk azt, hogy az érettségi az akkor azonnal már akkor felnőtté válik az ember, de hogy olyan elképesztően bonyolult rendszerbe kell beilleszkednie a kamaszoknak, annyira sok küzdelem van, annyira sok kompetenciát kell elsajátítani ahhoz, hogy egyáltalán életképes egyetként funkcionáljanak, hogy talán soha nem volt még ennyi. Tehát eleve az, hogy elköltözni otthonról már egy elképesztően nagy feladatot ad így a gyerekeknek. És hogy ugye az van, hogy nincsenek ilyen átmeneti rítusok, ami komolyan vehető, ezért ezek a srácok, ezek maguknak csinálják ezeket az átmeneti rítusokat. És én az első funkcióra mégis azt mondanám, a kipróbálásnak a funkciója, az tulajdonképpen egy ilyen átmeneti rítus. Tehát az ember kipróbálja a szert, bizonyítja a bátorságát, a vakmerőségét, és egyben egy ilyen csoportidentitás képző szerepe is van, hogy a normatív anyaghoz hozzányúl az ember, és hirtelen elfogadja a közösség. Tehát van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen identitás formáló szerepe.
És akkor még egy nagyon nagy különbség van még a régebbi korok kamaszai, meg a mostani kamaszok között, hogy ugye elképesztően meg akarnak felelni a kortársaknak. Ez régen is így volt, de manapság például volt egy olyan kliensem, aki azért nem akart bemenni a rehabra, pedig azért több eresztéken látszott, hogy az élete az vakvágányon halad, mert hogy annyi Instagram követője volt, hogy ő ezt egyszer nem tudta feladni. Aztán végül is sikerült feladnia, és bevonult a rehabra. De hogy ez mennyire fontos a mai fiataloknak, nagyon vicces, hogy egy másik kliens is volt, aki ismerte ezt a srácot. És az első kérdése az volt, hogy volt képes bemenni a rehabra, amikor ennyi Instagram követője van, és hogy fogja tudni etetni ezeket az éhes keresőket. És alapvetően tehát a kipróbálás funkciója soha nem az, hogy az ember függővé váljon, hanem alapvetően az, hogy elfogadják a kortársait. És hogyha elképzeljük az összes szerhasználatot egy ilyen piramisként, akkor a legalján van az, hogy a kipróbálás. A kipróbálás után egy kicsit az ember tovább, mert jön az alkalmi használat, és akkor az alkalmi használatból a piramis csúcsán megérkezünk az ilyen súlyos függőköz, mint például a Gary a filmben. De nagyon fontos azt tudni, hogy szóval rengetegen kipróbálják ahhoz képest, hogy mennyire kevesen fognak a függőségig ebbe elhaladni. Tehát most van egy ilyen S-pad, a legújabb ilyen S-pad a 2019-es kutatás szerint, hogyha azt vesszük, hogy a designer drogok, az illegális kábítószerek, meg a nem rendelésre felírt gyógyszer használati együtt, a 16 évesek körében olyan 25% körül van. Tehát ennyien próbálták ki ezeket a drogokat, de mondjuk nyilvánvaló, hogy ennyien nem fognak ebből tovább menni. És tényleg még egy pár funkciót még előjárult. Hány percem van még? Még három. Akkor a legfontosabb funkciókat kiemelném, tehát egyrészt az eszképizmus, tehát a valóságtól való elszakadást emelném ki. Ez különösen azok a gyerekek válaszolták az elmúlt 5 év alatt, akik ilyen zsákfalvakból jöttek, nyomortelepekről, vagy zárt intézetekből, gyermekvédelmi intézetekből. Gyakorlatilag ezeknek a gyerekeknek ugye semmilyen reménye nincs a továbblépésre, az önfejlesztésre, a minőségi szórakozásra, és egyszerűen csak dobbantani akarnak a valóságból, és mindezt mondjuk a biofű segítségével meg is tehetik. Tehát itt nem arról van szó, hogy bebiofűveznek, és akkor fantasztikus buli van, hanem általában egy képszakadás, utána 25 perc múlva magukhoz térnek, és akkor megint megpróbálják lemérgezni magukat. Tehát ez nem egy ilyen bulizós, ilyen baráti interakciókkal teletűzdelt szerhasználat, hanem a menekülés. Tehát az eszképizmus, akkor beszéltem az identitásképző szerepről is. Sokan említették például a szexuális ingerek fokozását, amit külön kiemelték a MDMA-t, az amfetamin származékokat, sokan kiemelték az étvágycsökkentő hatást. Ezek a gyerekek többnyire mindig valamilyen evészavarban szenvedtek. És mondom, még rengeteg funkciót még így összeszedtem, de akkor átadnám a szót. 2 percre még bőven jöhetnek. Oké. Tehát alapvetően mondom, az eszképizmus volt a legelterjedtebb, ez az identitás képzés volt. Aztán nagyon sokan, tehát a szenzoros ingerkeresésben úgymond sokkal éhesebbek, mint mások. Egyébként jó magam is ilyen volt, amin hasonló dolgokat én is átéltem. Hát talán nem olyan súlyos szinten, mint a Geri, de hogy én is megtapasztaltam azt, hogy folyamatosan valamilyen újabb ingerre vágyok. És nagyon sok gyerek, hát nem tudja őket kielégíteni azt, hogy egy sötét szobában egy gyertya mellett egy regényt elolvasnak, hanem az összes érzékszervüket próbálják folyamatosan stimulálni, és akkor ezeknél a gyerekeknél tapasztaltuk azt, hogy különböző alternatívákat nyújtunk, hogy hegyi kerékpározás, falmászás, nagyon-nagyon úgymond működőképes alternatíva. Jó, most átadnám, aztán ma úgyis beszélgetünk. Én azt hiszem, hogy Személy Ács János ehhez jól fogok megkapcsolódni. Szerhasználati trendek van. 7 perc nem kapcsolódik. Igen, tehát hogy mondod, hogy itt az orvosi vonalat képvisel. Ennek a területe van azért egy olyan része, hogy itt sokszor nem feltétlenül orvos kell. Tehát amikor azt mondtuk, hogy milyen a tipikus designer használó, akkor azt látjuk, hogy ők zömében fiatalok, azt látjuk, hogy ha egy rövid történet nézzük a designernek, akkor 2009-ben jelent meg a Magyarországon a Mephedron. Szoktam mondani, hogy a designer szereknek a megjelenés, amiket így nagyrészt Kínában, meg Indiában gyártanak, mondhatni az olimpiai
létesítmények békeidőben való felhasználásának az egyik ilyen szép példája. Ugye 2008-ban volt a pekingi olimpia, tudják-e jelenlévők, hogy a kínaiak hány aranyérmet nyertek a pekingi olimpián? Sok. 100. Mennyit szoktak nyerni átlagban egy olimpián? 30-45. Tehát ott sokat nyertek. És aztán túl voltunk a pekingi olimpián, ahol nyilván a kínaiak akkor nem dopingoltak, csak tudjuk azt, hogy mondjuk a 20 évvel korábban akkor úgy szoktak a kínaiak dopingolni, hogy összegyűjtenek nagyon sok jó sportolót, és akkor ő nekik mindenféle remek dopingszerekkel tuningolják föl őket, és majd abból a csapatból választják ki azokat, akik tudnak olimpiát nyerni. Szóval, hogy nyilván, hogy ezek a szerek itt maradtak, és aztán mit ad Isten, megjelenik a mefedron. Volt egy olyan kliensem, aki azt mondta, én alapvetően Pécsen dolgozok, most így részben Budapesten is, de alapvetően Pécsen van ez az Indit közalapítvány, aminek ambulanciái, rehabjai, prevenciós, megelérő programjai vannak. Szóval volt egy kliensem, aki azt mondta, hogy ő úgy árul dizájnnel drogot, hogy előtte a termék mintát azt mindig ki is próbálta, és azt mondta, hogy az ukrán barátai hoztak neki valami új szert, amitől egyszer csak azt érezte, hogy ilyen végtelen energia tölti el, elfutott a Pécsről le Harkányba, az 32 kilométer, visszafelé félúton elfáradt, de akkor már egy maratonnál tartott, akkor feljött egy barát, ez egy október 22-a, 3-a körül volt, egy 3 évvel ezelőtt, amikor ez egy ilyen 2 fok, egy kicsit keményebb tél ígérkezett, mint most, tehát ilyen 2 fok körül volt. Mondta, egy barátját felhívta, hogy jöjjön neki segíteni, mert egy kicsit elfáradt, ő hazavitte autóval, azt mondta, hogy ott az udvarban megcsinált ilyen félmeztelenül több száz fekvőtámaszt, majd rendelt 12 darab pizzát, amit utána elfogyasztott, akkor azt érezte, hogy most van benne valami ilyen kis valami nyugalom, és ez az iszonyat tűz, ez így elmúlt benne. Tehát, hogy végül is ez 2009-től jellemzően először a serkentőszerek, ezek a szintetikus katinolok voltak porondon, 2012-13 körül jöttek a herbálok, vagy szintetikus kannabinoidok, és hát tulajdonképpen azóta is úgy tűnik, hogy azért ezek vannak jellemzően. 2014-15 körül volt a csúcs, és onnantól fogva van egy csökkenés ezeknél a szereknél. 2015 körül voltunk talán többen is egy olyan konferencián, az előadó mondta, hogy hát többségben vannak a dizájnerek a piacon, és hogy nem tudjuk, hogy mit lehet tenni, hogy ez megforduljon. Azaz a klasszikusok legyenek a piacon többségben, ugye? Mert azokat már ismerjük, tulajdonképpen kevesebb kárt okoznak, úgy tűnik, hogy a gyógykezelésre, főleg mondjuk az opiátra nagyon sok mindenki találódott, de akár más szerekre is. És hát sajnos tényleg azt látom az ambulancián is, ahol dolgozok, és vannak olyan fiatalok, akik 4-5 éve használják ezeket a szintetikus kannabinoidokat, kétségbejtő állapotban vannak, zömében, tehát fiatalok, zömében szegények, ezért mondjuk, hogy a szegregátumok azok, ahol tulajdonképpen ez a szer visszafordulás ez nem történt meg, tehát ezeken a területeken továbbra is a dizájnerek azok, amik nagyobb jelentőséggel bírnak. És akkor ott van tulajdonképpen egy több tucat olyan fiatalt látok, zömében romák, de nem feltétlenül, de zömében romák, akik 22-25 évesek, és tulajdonképpen egy ilyen súlyos mentális retardációban vannak, mi nem tudjuk, hogy visszafordítható-e. Próbálkozunk velük a különböző pszichiátriai rehabilitációkon, ahol próbáljuk őket gyógyszerrel tömni, mert agresszívek, nem értik, hogy miben vannak. Múlt héten voltam egy lány, 22 éves, az anyja azt mondja, hogy 14 éves korában összejött egy fiú, aki dealer volt, és elkezdte árulni ezeket, és dizájnereket árult, herbál, tehát szintetikus kannabinoidokat, és ez a lány ez 5 éven keresztül használta. 18 éves korában nem tudták eladni Amsterdamba kurvának, mert olyan állapotban volt, hogy azt mondta, hogy így nem veszi meg senki. És aztán most az utóbbi 4 évben, akkor az anyja valahogy ezt így kiszedte ebből a rendszerből, otthon tartja 3 éve. A lány így gyakorlatilag teljesen életképtelen, működésképtelen,
Azt mondja az anyja, hogy, hogy az a probléma, hogy amikor ő nem engedi ki, akkor azért időnként tattog. Öt elaknak egy másfél szobás lakásban, ez a lánya az öccsével lakik egy szobában, de nyilván neki más igényei lennének, az anyja nem engedi pasizni, ebből cirkusz van, rendszeresen kerül pszichiátriára, öngyilkosságot akar megkísérelni, nem tudja, mi lesz vele, nincsen szakképesítése, nem tudjuk, hogy egy ilyen helyzetben mit lehet kezdeni. Tulajdonképpen elfogyott a 7 percem. Nálam még mindig van egy. Ez az a szám. Hát, hogy tulajdonképpen azt látjuk, hogy ezeknek a szereknek a hosszú távú hatásai azok, amiket most már látunk, és hogy tulajdonképpen nem nagyon tudunk ezekkel a dolgokkal mit kezdeni. Amikor mondtad itt a piramisba, hogy hogyan megyünk fölfelé, tulajdonképpen azon gondoltam, hogy miért nem egy gödröt mondtál, hogy így megyünk lefelé. A Pécsváradi Rehabunknak a vezetője, a Kovács Attila azt szokta mondani, hogy a drog használat folyamatának, csúnya szóval szoktuk mondani, hogy a drog karriernek 3 fázisa van, a buli van, baj van, végen van állapot, és hát hogy tulajdonképpen ez abban a szempontból érdekes, és akkor ezzel befejezem, ezt szoktam mondani, hogy valahol a drogoktól emberek azért használnak kábítószereket, pszichoaktív szereket, mert egy csomó jó tulajdonságot bírnak ezek a szerek, ugye. Tehát, hogy mint ahogy elkezdenünk felsorolni, hogy ilyen kommunikatívabbak leszünk, szociábilisabbak, szerethetőbbek, mi is jobban szeretünk mindenkit, képesek vagyunk magasabb teljesítményre fizikailag, kognitív szinten, szexuálisan, erőteljesebben az érzékelés világa. Tehát egy rengeteg, hogyha nézzük a szereket, akkor tulajdonképpen a drogprevenciós előadásoknak először arról kéne szólni, hogy ezek a szerek mi mindenre jó. Ugye? És akkor mondjuk, hogy hát nem, ezt nem lehet elmondani. A fiadalnak azt kell elmondani, hogy hát a drogozol, akkor belehalsz. És hát nyilván olyan is van. És akkor szoktam mondani így, hogy van egy ilyen mese, hogy a királyfi megy át a mocsáron és az erdőn, és a keselyük már köröznek felette, és nézik, hogy minden ott a vacsoránk, mögött a farkasok, és akkor meglát egy ilyen pislákoló lámpát a messziségbe, és utolsó erejét összeszedve átgázol meg mindenen, és benyit az ajtón egy gyönyörű sáz, ott van egy gyönyörű lány, kacsa a sütőben, pihepuha ágybor az asztalon, esznek, isznak, jól érzik magukat, reggel a király fölébred, és egy ketrecben van egy büdös banya bököd, egy nyársul, és azt mondja, hogy én vagyok az, elvarázsoltam magamat, és most már az enyém vagy. Na, ugyanilyen a kábítószer is. Tehát, hogy az ember elhiteti, hogy ez így jó, meg szép, meg tulajdonképpen azt adja, amit én szeretnék, és akkor vannak emberek, akik aztán ez így átbillen, és benne találja magát egy ketrecbe, ahol böködik egy nyársal, és azt mondják, hogy most már az enyém vagy. Szóval, hogy az, hogy mikor jön el ez az állapot, és hogy így észreveszem-e, vagy hogy így hogy tudok kijutni a ketrecből, ez nyilván sok mindenem múlik. Ilyenkor van az, hogy az ember tud-e kérni segítséget, az így segít-e, jó segítséget talál-e. Szóval, hogy akkor jönnek elő azok, hogy vagyunk a segítői palettával. Na, szóval röviden ennyi. Köszönöm. Tartok tőle, hogy a királyfi után ez egy éles váltás lesz, de most akkor a jogász szekcióra átérünk. Talán én azt hiszem, hogy tőled nem kevesebbet várom, mint hogy 7 percben bevezetsz bennünket a kábítószer bűnözés kriminológiájába. Jó, köszönöm szépen a meghívást, meg hogy itt lehetek. Az 1980-as évek közepén kezdtem a kábítószer problémával, meg a kábítószer bűnözéssel foglalkozni, és írtam erről egy könyvet is, és a könyvnek a mottójaként azt egy Thomas de Quincey idézetet választottam az Egy angol ópium evő vallomásaiból, ami úgy hangzik, hogy a gyengeségeink és kínjaink nem jelenti okvetlenül azt, hogy bűnösök is vagyunk. Ez az idézet tulajdonképpen a mai napig is kísér, amikor egy büntetőjogászként, kriminológusként az ember attól nem szabadulhat, hogy van egy adott nemzetközi jogi keret, meg van egy hazai jogi keret, de mégis, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy minél kevésbé legyen fájdalmas, és minél kevesebb hátrányt okozzon a kábítószeresnek az a bizonyos nemzetközi keret, amit az ENSZ egyezmények megszabnak, meg az a szabályozás, amire a
nemzeti jog ráépül, hogy, és úgy érzem, hogy egy pillanat, tehát az ENSZ egyezmények, nem tudom, hogy ez kerekasztal beszélgetés és nem büntetőjogi vagy kriminológiai előadás, de csak a lényeg, ugye a három ENSZ egyezményben a közös, hogy azt mondja, hogy a legálisan kábítószert használni, fogyasztani igazából két célból lehet, az egyik a terápiás cél, a másik a kutatás. Minden, ami ezen túl van, tehát az élvezeti célú használat, az nem használat, hanem visszaélés. És az 1988-as egyezmény mondja ki azt, hogy de érdekesen nem azt mondja, hogy a kábítószerfogyasztást tessék bűncselekménnyé nyilvánítani, hanem azt mondja, hogy az egyezményhez csatlakozott országok az alkotmányos rendjüknek és alapelveinek megfelelően a személyes használatot szolgáló vásárlást, fogyasztást nyilvánítsák bűncselekményé. Már ebben fölsejlik a mozgástér. Hogyha mondjuk egy ország alkotmányában benne van az, hogy az emberi méltósághoz való jog, és mondjuk az emberi méltósághoz való jogból kiolvasztja egy adott ország alkotmánybírósága az önrendelkezéshez való jogot, akkor egy kicsit bonyolult eldönteni azt, hogy a fogyasztást milyen úton, módon nyilvánítjuk bűncselekménynek. A második dolog a 88-as egyezmény kapcsán, hogy ugyan ezt a rendelkezést tartalmazza, amit elmondtam, de tartalmazza azt is, hogy az enyhébb súlyú kábítószercselekményeknél és különösen a fiataloknál a büntető útról, a bírósági útról való elterelést helyezzék előtérbe. Ez egy újabb mozgástér a kriminálpolitika, a drogpolitika alakítóinak. Az az érzésem, hogy nálunk ezzel a mozgástérrel nem kellő mértékben él a jogalkotó, az utóbbi időben különösen nem. Szóval szerintem van mozgástér, még az ENSZ egyezményeket figyelembe véve is. És hogyha az ENSZ egyezményekhez még hozzáveszünk egy korosztály vonatkozásában a gyermekjogi konvenciót, az minden 18 éven alulira vonatkozik, legyen az drogos, legyen az nem drogos. És a büntetőjogi rendelkezéseknél ez a gyermekjogi egyezmény azt mondja, hogy tessék a nem büntető utat előtérbe helyezni. Kérdés, hogy a mai drogstratégiában és büntetőpolitikában megkapja-e azt a kedvezményt a fiatal korosztály, amely nyomán nem elég, hogy drogosnak minősítik, de még bűnözőnek is. Én igazából azt keresgélem, hogy lehet ezt elkerülni, vagy legalábbis enyhíteni a stigmatizálást, és enyhíteni azt az egyéni társadalmi hátrányt, ami abból fakad, hogy egy drogost, hát nem egyszerűen drogosként, hanem bűnelkövetőként kezelnek. A mostani büntető törvénykönyvünket, ha nézzük, akkor szeretnék néhány irracionalitásra rámutatni. Már irracionalitás önmagában az, ami annak a fejezetnek a neve, ahol a kábítószer tényállások vannak. A fejezetnek az a címe, hogy az egészséget veszélyeztető bűncselekmények. 2014-15-ben látott napvilágot egy külföldi kutatás, amely kockázati szempontból, ez részben egészségügyi kockázat, de nem csak egészségügyi, életvitellel kapcsolatos kockázat szempontjából rangsorolta a 7 leggyakrabban használt drogot. Az első helyen, tehát hogy a legnagyobb kockázatú veszélyességű az alkohol, heroin, a kokain, aztán a nikotin, az ecstasy, a metafentamin, és utolsó helyen a marihuána. Ugye a differenciálás. Megtörténik-e a jogban, a büntetőjogban az a differenciálás, amit egyébként az ENSZ vonatkozó szervei, azok így tolnak el maguktól, ne differenciáljunk a drogok között, tehát mondjuk a holland megoldás, hogy elfogadható kockázattal, elfogadhatatlan kockázattal járó drog, ez a leginkább fekete bárány megoldás. Pedig van logikája szétválasztani egymástól bizonyos szerhasználókat a büntetőjog szintjén, hogy nem ugyanazzal a következménnyel jár,
mondjuk a kannabisszal kapcsolatos használat, visszaélés, mint mondjuk a marihuánával kapcsolatban. Ez sok embernek a jövője szempontjából nagy jelentőségű lehet. Tehát nem biztos, hogy az egészséget veszélyeztető cselekmények a jó cím minden kábítószert lefed, ugyanis a magyar büntetőjogban sincs, csak mennyiségi tekintetben különbség, de hogy mivel jár adott drognak, a kockázat felől nézve a használata, ilyen elkülönítés nincs, mindegy, hogy okoz, mindegy, hogy van halálos adag, mindegy, hogy nincs halálos adag, ugyanúgy minősül a heroinnal való visszaélés, mint a kannabisszal való visszaélés. Büntetőjogi szempontból nincs osztályozás. Kérdezem én, miért nincs? Jól tudjuk, hogy az élet minden területén a differenciálás az segíti az igazságosságot. Valószínűleg, hogy ezen a téren is segíteni. Két, mennyi időm van? Most jár. Jó, akkor két irracionalitást mondok. A kábítószer kereskedelemnél van egy eset, ahol egy jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerrel visszaélés, az életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető. Gondolják meg, hogy a kínál ez az elkövetési magatartás. Itt egy igazán klasszikus és nagyszerű büntetőbíró előtt, itt nem merek dogmatikai elemzés, de ugye a kínálás az azt jelenti, hogy kínálom neki, de a másik át nem veszi át. Nem veszi át azt a 12,1 g heroint, vagy 101 kannabisz növényegyedet. A törvény szintjén életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető. Szerencsére csak a törvény szintjén, még Magyarországon nem szabtak ki életfogytig tartó szabadságvesztést. És végül az utolsó, és utána hagyd mondjak egy mondatot, és meg se szólalok. Nem biztos, hogy ez a cél. Jó, tehát kábítószerfogyasztás büntetendősége. Nálunk önmagában ez így szerepel, hogy aki kábítószert fogyaszt. Nézzük meg ennek az indokolását a törvényben. Ugye azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű dolognak egy nagyon alapos indokolása kell, hogy legyen. Miért? Mit olvashatunk most az indokolásban? Azt, hogy 1998 és 2003 között is a fogyasztás büntetendő volt, ezt most visszahozzuk. 98 és 2003 között mit olvastunk? Legyen egyértelmű a fogyasztás ellenfogadottsága. Ez egy érvelés? Ez egy indokolás? Egy ilyen horderejű kérdésnél? És akkor az utolsó, a kábítószer bűnözés, mert az is a témám, és akkor ennyi. Úgy tűnik, hogy a könnyebb ellenállás irányába mennek a hatóságok. Mint egy 8000 ismerté vált kábítószer bűncselekményből, ami 2018-ban ismerté vált, a 85% az azt jelenti, hogy fogyasztó. És a fogyasztóknak a fele kanabisz használó és csekély mennyiségre. Tehát, ami igazán veszedelmes a kriminalitás szempontjából és egy ország közbiztonsága szempontjából, az a valódi kábítószerkereskedelem, a szervezett bűnözés keretében, a korrupcióval összefonódó kábítószerkereskedelem, ők hol vannak? Nekem ennyi. Köszönjük szépen. Hát akkor halljuk a bírót. Én tárgyalok néhány ilyet, nem túl sokat, viszont társadalmi kevés fogyasztót. Valóban nem szabad ki még Magyarországon bírósági elfogytig tartó szabadságvesztés kábítószerkereskedelem miatt, és nem is gondolom, hogy bárki komolyan venné azt, hogy ezt így reálisan felmerülhet egyáltalán, hogy valaha önmagában csak a kábítószerre életfolytot szabjon ki bárki is. A legtöbb, amit láttam, az 15 év volt, de az egy ilyen nagy maffia jelleggel történő, amúgy rengeteg kannabisz ültetvényt üzemeltettek, és ennek a maffiának a feje kapott 15 éve. Az én saját rekordom azt hiszem 10 év, 30 kg amfetaminér, de így ezek ilyen az átlag, még a törvényi tétel keretezett 5-20 év életfogyt, ezt mondja a törvény jelentős mennyiségre elkövető kábítószer kereskedelemre. A fővárosi ítélőtáblához tartozó bíróság, ez a központi régi, az ilyen 5 és 6 év között szokott dolgozni többnyire, amúgy a többi ítélőtábla is. Szeged az valamiért szigorúbb, ott 7 és 8 év között szoktak kiszabni ugyanerre a bűncselekményre, ne kérdezzék, hogy miért. Sincs őszintén szólva. Mint ahogy nem óhajtunk igazából, és ezt most szerintem mi nagyjából a bírói közösség nevében ezt mondhatom, persze nem képzelek én senkit ebből a szempontból,
Tehát tudom, hogy vannak ilyen félelmek, meg leginkább voltak akkor, amikor a fogyasztás ismét bekerült egy nemesítve a büntető törvénykönyvbe, hogy akkor majd mindenkit egy szálfüves cigiért börtönbe küldenek. Természetesen erről szó nincsen, ez benne van a törvényben persze, hogy az 2 évig terjedő szabadságvesztésre a büntetendő. Én nem láttam végrehajtandó szabadságvesztést kábítószer fogyasztásért. Nem zárom ki, hogy valaha valamikor valaki adott. Én, amit látok a főváros gyakorlatában, ugye a főváros a tartó kerületi bíróságoknál, hogy azért ilyen megrovás próbára bocsátás. Tehát nagyjából ebben gondolkodik a kollégáknak a többsége. Ha valaki visszatérő vendég, tehát így mindig rendszeresen jár hozzánk, a Margóba, akkor esetleg felmegyünk ki pénzbüntetés közérdekű munkáig, de ennél többet én a saját szememmel még nem láttam kábítószer fogyasztóra visszatva. Ami viszont, hogyha aznak is ki kell derülni, hogy mit lehet tőlem kérdezni, hát azt ne kérdezze meg senki, hogy most éppen mi van, így a kábítószer fronton. Ugyan találkozok rengeteg kábítószerkereskedővel, fogyasztóval és mindenféle emberekkel, de azt nem tudom, hogy most mi van, meg hogy mik mennek, meg mennyiért, meg stb. Fogalmam sincs róla. Azt tudom, hogy 2-3 éve mi volt, mert ez egy ilyen eléggé gyorsan változó területe az életnek, főleg amióta designer drogok vannak, tehát azóta nincs az a viszonylag kényelmes helyzet, hogy 6-7féle kábítószerre le tudjuk az egészet, amik évtizedek óta vannak. Tehát akár havi távlatban is, tehát fél év alatt bejön egyszer és kipörő, ezt mi ugyan kis fázis késéssel tudjuk lekövetni, mert amilyen gyorsan változnak ezek a dolgok, hát sok mindenre szokták vádolni a magyar igazságszolgáltatás gyorsasággal még nem. 2 évig tart egy nyomozás, tehát mire találkozunk bárkivel is, aki ebben szerepe volt el, tehát legalább 2 év, de inkább 3 név, amire a jogerős ítélet születik, akkor akár 4 név is járhatunk. Tehát azt én tudom, hogy mi volt néhány évvel ezelőtt, mi volt a divat, azt nem tudom, hogy most mi van. És ez amúgy probléma, tehát ezt mondom én, aki amúgy ezzel még foglalkozom is, de viszonylag sok kollégám van, akik amúgy nem nagyon szeretik a kábítószeres ügyeket, így hál' Istennek nem találkoznak vele a hétköznapi életükbe, tehát ez még talán szerencse is. Nem volt sohasem ilyen tapasztalatuk, és így egyszer csak bejön valaki a tárgyalóterembe, és elkezd ilyeneket mondani neki, hogy spuri, meg gyors, meg nyalcs, és akkor általában így nézelődnek, hogy vajon miről lehet szó, mert nem nagyon tudják. Aki ilyen ügyekkel foglalkozik, ezt szerintem nem árt tudni, mert ugye aki viszonylag rutinos vádlott, mert vannak ilyenek is, az rögtön leveszi, hogy a bíró mit tud, meg mit nem tud. És hogyha azt mondja, hogy nyalcsi, és a bíró meg így néz rá nagy társzanekkel, hogy vajon miről van szó, akkor ezt ő látja, és annak kezdve igazából bárkit meg lehet vezetni, ami nem jó. És hogy reagál erre egy bíró amúgy, aki mindjárt szokott hozzá, hát ahhoz szokott hozzá, hogy ő mindent tud a tárgyalóteremben, különben is ott ül a pulpituson, talárba, nagy asztal mögött, meg az egész ilyen, kicsit ilyen díszes a egész setting. És akkor hogy reagál erre, amikor bizonytalanságot észlel, visszavonul oda, amit tud, és mit tud a jogszabályokat. Jó esetben természetesen, de induljunk ki, hogy bíró tudja a jogszabályokat. És belekapaszkodik az eljárásról, belekapaszkodik a jogszabályokba, hogy hogy kell ezt csinálni, és elkezdi azt csinálni, amihez ért, hogy lefolytassunk egy eljárást, megvizsgáljuk a bizonyítékot, figyelmeztessük a vádlottat, mindenre, amit kell figyelmeztetni, meg meghallgassuk a tanúkat, felolvassunk mindent, amit fel kell olvasni, és ez így megy. És hogyha egy bírót csinálja évek óta, akkor ezt nagyon rutinosan, nagyon mechanikusan tudja csinálni. És azt nem fogja meglátni közben, hogy aki előtt áll, és hogyha az, aki előtt áll egy kábítószerfogyasztó, akkor az valójában egy ember, akit látunk itt ebben a filmben is láthattunk. Mert azt fogja látni, hogy most hát így, a vádlott mit lát ebből? A vádlott azt látja ebből, hogy itt van egy hivatalnok, mert végül is hivatalnok a bíró, beöltözve, szép hivatalnok ruhába. Mindenféle jogszabályokat sorol neki, hivatalos nyelven beszél, alig ér belőle bármit. Attól meg be fog feszülni nyilvánvalóan, mert nem tudja, hogy mi történik körülötte. És hogyha egy vádlott befeszül, és ellenségessé válik, az azért soha nem segíti a dolgot. A bíró meg azt látja, hogy itt van valami ilyen flegma, bácsánat, hülye gyerek, aki így hiába mondja neki, hogy most álljon fel, meg üljön le, nem ért, hogy most akkor mit kell csinálni, és amíg azt nem tud felállni, akkor föl kell állni, és miért rágózik, meg különben is hogy ül a vádlottak fagyján, nem így kéne ülni, ezt egy össze magát egy kicsit fiatalember.
És különben is, hogyha megcsinálta volna az elterelést nyomozás során, akkor itt se lenne, úgyhogy ne reklamálja, hogy itt kell lennie, mert fel volt ajánlva neki az elterelés, ő mondta, hogy nem akar elterelésre menni, megúszta volna megszüntetéssel, és különben is veszél az időt tőlem, hogy rendes büntetőügyekkel foglalkozzak. Mert ezt azért látni kell, hogy azért a bírák többsége, amikor így feleskucik, főleg, hogyha büntetőbíróval válik, és azt gondolja, hogy meg bűnözőket fog börtönbe zárni, hát nem abban gondolkodik senki, hogy akkor, na most akkor a kábítószerfogyasztókat jól elítélem, és attól jobb lesz a világ. Nyilván ez a jogszabály, és a jogszabályokat alkalmazni kell, mert hát ebben nincsen semmilyen mozgástérő alkalmazói szempontból. De azért jobban szeretünk rendes büntetőügyekkel foglalkozni, tehát ahol mi tényleg így, ahol vannak bizonyítási kérdések, mert egy ilyen ügyben nincsenek bizonyítási kérdések, megfogták, ott volt nála, kimutatták a vizeletéből, nem lehet erre védekezni. Jogi kérdések sincsenek, mert ugyan vannak irracionalitások, persze, de pont a kábítószerfogyasztásnál ott nagyon sok kérdés nincsen, és el tudnánk tölteni másról is az időt. Úgyhogy igazából itt egy ilyen kommunikációs szakadék van a bíró meg a vádlott között, amit nem tudom, hogy lehet közelíteni. Kicsit reménykedem benne, hogy én most itt vagyok és ezt elmondom, ez már egy nagyon picit ezt a szakadékot így, hanem is betemette, de legalább ilyen lapátnyi földet beledobtunk. Köszönöm szépen, ez 7 perc 15 másodperc volt. Gratulálok. Én most kérhetek egy pár vizet. Lehetséges, köszönöm szépen. Na most ezen a ponton beszédbe kellene elegyednetek egymással, és én azon tűnődtem, hogy ezt hogyan is vezethetném fel, és arra gondoltam, hogy egy diszklémerrel fogom ezt felvezetni, mert ugye én a TASZ jogásza vagyok, és ez a TASZ megafon, és a TASZ-nak van erről egy nagyon határozott szakmai álláspontja, ez a tasz.hu/drogmentes2020 weboldalon érhető el ez a szakmai álláspont, viszont azért a moderátornak nem igazán az a szerepe, hogy az ő delegáló szervezetnek a szakmai álláspontját erőltesse le mindenkinek a torkán, úgyhogy arra gondoltam, hogy nézek ilyen állításokat, amik elhangozhatnak akár mondjuk kormányzati szintekről is, vagy akár a komment szekcióból ismerősek lehetnek, és akkor arra kérnélek benneteket, hogy egy-egy ilyen állítással, amiket egyébként részben már érintettük is, reagáljatok, hogy van ezekben valami valóság, tartalom, vagy semmi, ezek könnyen cáfolhatók, vagy éppen ellenkezőleg ezekkel teljesen egyet tudtok érteni. Úgyhogy én most a drogmentes Magyarország vízióját odaítanék, és azt a kijelentést tenném, hogy a drogmentes Magyarország az egy helyes, és nem csak hogy helyes, hanem belátható időn belül racionálisan elérhető célkitűzés, és éppen ezért nincs jobb jelmondat a drogmentességnél, mint amit a kormányzat a zászlajára tűzhet, hogyha drogpolitikában gondolkozik. Én azt szeretném erre mondani, hogy Húsa, itt említetted az S-padot, tulajdonképpen 2015-től azért az látszik, hogy csökken a szerek használata a fiatalok körében, látszik egy csökkenés, ez nem feltétlenül Magyarországon, világviszonylatban látszik egy csökkenés. Magyarországon ez azért érdekes, mert tulajdonképpen maradjunk 2015-ig, 2015-től 2020-ig tulajdonképpen a magyar kormány semmiatt nem tett, ami indokolná a csökkenést. Tehát ezért nyilván akkor ezen így elgondolkodhatunk. A csökkenésnek az oka véleményem szerint gyakorlatilag a magas kockázatú helyzetek között, amit a magas kockázatú helyzetek között az egyik kitüntetett szereppel bíró dolog az unalom. És hogy a fiatalok, amikor itt, hát régen úgy volt, hogy lementek a gyerekek a térre, itt a lakótelep közepén, és akkor ültek, és mondták, hogy most mit csináljunk, és akkor ott egy darabig ott mindenki vekeget megszállt, és mondta, és akkor van valami, tudsz valamit szerezni? És akkor Miklós azt mondta, hogy tud, kiszaladt, és jöttünk, és akkor tekertünk, és szívtunk, vagy nem tettünk egy liter higítót, és akkor így jól el voltunk két napig. Na, most mindenki ül és tolja a mobiltelefonját, és tulajdonképpen nem merül fel az, hogy bárki is unatkozik, nem unatkozik senki. És szoktam néha mondani ilyen viccesen, hogy a fiatalok azért, a magyar fiúk és a 15 éves fiúk a VH-nak volt egy kutatás, hogy a binge drinkingbe, a rohamivásba, a 15 éves magyar fiúk világbajnokok, hát a lányok csak harmadikak, de reméljük, hogy ők is belehúznak. Tehát, hogy ott szoktam mondani vicces, hogy azért rohamisznak a fiatalok, mert nincs idejük inni. Tehát, hogy
hogy abban a fél órában kell nagyon durván leítasodni, ami tényleg van egy kis picike idő. Tehát tulajdonképpen a kormányok nem kéne más csinálni, mint az 5G technológiával olyan virtuális valóságot teremteni a fiataloknak, hogy fel sem merül a drog használat, mert egész nap valami akkora wow-ba vannak. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy abszolút reális lehetőség. Lehet fokozni ezt a... Tud-e ehhez valaki kapcsolódni? Hát én tudok. Tehát, hogyha mondjuk így az emberi létezésnek így néznénk így az elmúlt 10 000 évét, ezt az időmetszetet, akkor gyakorlatilag így folyamatosan valamilyen szert használta az emberiség. Tehát, hogy általában a nagy vígasság idején füstöt lélegeztek le, szerelmesek bájitalt ittak, ezt a gyökeret elrágcsálták, azt leszívták, azt beszették. És azért furcsa lenne, hogyha most így pont 2020-ig megy ez a skála, és egyszer csak így megszakadna. És pláne az, hogy ha kicsit kitágítjuk a drognak a jelentését, akkor ugye arról van szó, bár javíts ki, hogyha tévedek, hogy a központi idegrendszer a működését befolyásolja valami, nem? Tehát a percepciót, az emlékezetet, azt, ahogyan érzékeled a dolgokat, ahogy érzel. És hát az alkohol az kimondottan egy ilyen anyag. És hát ez propagálva van valamilyen szinten tankönyvekben, a pálinkafőzés mikéntje. Tehát, hogy eleve furcsa számomra ez az egész célkitűzés. Egyrészt lehetetlen, másfelől meg akár még buzdítanak is erre, csak az alkohol formájában. Próbálom szakpolitikai mederben tartani ezt a beszélgetést, mert megpróbálom ezt egy picit az alkotmányok nyelvére átfordítva és megkérdezni, mert hogy picit úgy tűnik, hogy abban egyetértenek a résztvevők, hogy a drog nem feltétlenül rossz, tehát hogy ez egyel árnyaltabb kérdés ennél. Lehet ez szabad döntés? Önrendelkezési döntés a drog használat? Jó, még egy mondatot adjuk a társadalomról, tehát én ezt nem gondolnám szakpolitikai állításnak. Ez jön a 1980-as évek vége Amerikájából, Ronald Reagan elnök, majd utána Bush elnöksége idején, ahol a nemzeti drogstratégiának ez volt a jelszava. Hát messzire nem jutottak. Ezt a jelszót vette át kormányzat, illetőleg a drogstratégia köré kerítették ezt a jelszót. Ez politikai kijelentés, és szakpolitikailag és kulturálisan nem lehet komolyan, azt gondolom. De nem lehet komolyan venni. Hát, most itt nem azért vagyunk, legalábbis mi, hogy azt mondjuk, hogy fú, ez nehéz kérdés, de ettől még nehéz kérdés. Az biztos, hogy az, hogy ezt tudjuk, hogy ki mit szív, stb., ez az egyén önrendelkezése körébe tartozik, de hát az emberi méltóság, meg az emberi élethez való jogon túl azért kevés olyan jogot találunk, ami nem korlátozható. A kérdés az, hogy az a korlátozás az mivel indokolható és milyen mértékben arányos. Itt nálunk, ez most akkor a saját véleményem, én nem tartom arányosnak, hogy elképzelhető en bloc és egy nem klasszifikált drogos rendszerben, hogy mondjuk életfogytig tartó szabadságvesztés tartalmaz a törvény. Szerencsére, és ebben teljesen nem egyetértek, hanem csak aláhúzni tudom, amit Gyuri mondott, hogy a magyar bíróipar az sokkal józanabb, mint hogy egy elrugaszkodó. Na jó, mindegy. Szóval nagyon józanul ítélkezik. Azt gondolom. De hát például én a fogyasztás büntetendősége kapcsán nem azért hoztam föl, hogy ott értelmezési probléma lenne, de igazolási igen. Mire vezetjük vissza azt, hogy a fogyasztás büntetendő, és úgy, hogy ugyanúgy a törvény szintjén, és nem ültetnek le kábítószerfogyasztás miatt, önmagában nincs mellette más cselekmény senkit. De hát kérdés, hogy két egy korábbi szabadságvesztéssel kell-e fenyegetni. Ha egyszer olyan a jogrendünk, hogy a szabálysértés az gyakorlatilag a legenyhébb bűncselekmény, akkor mi nem lehet bizonyos dolgokat áttolni. Szóval az önrendelkezési jog része, mert azt nem mondhatjuk, hogy nem része, de,
de nem tartom olyan jognak, amit ne lehetne korlátozni. A korlátozásnak a leegyszerűsítve a mértékét tartom lényegesnek. Akkor is a része, ha egy függőről beszélünk? Hát jó, most itt segélykérően nézek Szemenyász Jánosra. Tehát, hogyha a függő olyan függő, hogy nem ura a döntésének, akkor nyilvánvalóan nem, mondom én. Egyébként csak pont itt a jogszabály kapcsán kapcsolódjak hozzátok is, hogy Magyarországon 2014. július 1-e óta a függőség az nem enyhítő kategória egy büntető ügy kapcsán. Ami meg hát szóval elképesztő, annó, amikor akkor én még ez 2012-13, akkor még volt ez a kábítószerügyi koordinációs bizottságnak, én is a tagja voltam, és akkor ott a törvény előkészítésben, nem mondom, hogy szavam volt, de véleményem igen, és legalább mondhattam embereknek, akiknek viszont így nagyobb befolyásuk volt. És akkor az volt az egyik érv, hogy azért kell megszüntetni a függőséget, mint enyhítő kategóriát, mert a szakértők kvázi szervezett bűnözői rendszerben működnek, hogy ki szakért, mennyi pénzért, hogyan működik ez. Számomra elképesztő volt, hogy tulajdonképpen nem az a megoldás erre, hogy akkor legyen egy jobb szakértési rendszer, hanem hogy töröljük el ezt. Kérdeztem is az illetékes elvtársát, nem tudom, hogy kell mondani pontosan, hogy mondjuk azért a függőséget önmagában ezzel talán nem törölték el, mondták, hogy ezt nem, de hogy szóval nyilván itt is láttuk, hogy szóval láttátok a filmben, láttam régebben ezt a filmet, most nem néztem, de hogy nyilván tudunk életutakat, amivel az ember eljut oda, hogy végül is azt tudtuk mondani így a terápiában, meg a rehabon is, hogy nem mi találjuk meg a szert, hanem a szert talál meg minket. Tehát, hogy élünk valahogy, nyilván nem jól, és akkor egyszer így valami belénk akad, és beleakadunk, és hát... és hát szóval van egy ilyen szinte ilyen eleve elrendeltem, megyünk bele valamibe, amire ugye azt mondja a önsegítő csoportok is, mondjuk az AA, hogy hát hogyha ezen nem változtatunk, akkor vagy egy zárt intézmény, mint amilyen egy kórház, vagy egy börtön, vagy a temető az utunk, hogyha ebben a folyamatban nem tudunk megállni. Tehát, hogy hát amúgy meg hát végülis választás az van, tehát hogy itt is mondhatom azt, hogy akkor én ebből akarok kimászni. Szóval én is annak a pártján vagyok, hogy úgy gondolom, hogy igen, felnőtt emberek vagyunk, döntsük el, hogy mit szeretnénk, be lehet halni a kábítószerbe, de hát elvileg az autókat is betilthatnánk, nem? Tehát, hogy közlekedési balesetben is sokan meghalnak. Tehát, hogy nyilván ez így mindig ez merül fel, akkor ilyen drogos kiállításokat csináltak egy időben, akkor mindig az utolsó teremben benn volt egy koporsó. És akkor egy autókiáltást éreztem egy ismerősen, hogy figyelj, itt ez a rengeteg csili-vili autó, miért nincs itt egy koporsó? Hát mondom, szerinted ezekben egy hány ember leli halálát? Tehát, hogy nyilván ezek ilyen, persze lehet ezeken így gondolkodni, de mondjuk is az elterelés kapcsán, csak mint a szabálysértés, mondtad Miklós, hogy a szabálysértése hogyan vagyunk, hogy amúgy megmondjuk pont például a designer drogoknál, ugye úgy van, hogy egy célistás szert használ valaki, akkor hogyha nincsen nála több mint 2 gram, akkor ez szabálysértés. Na most ez egy tök nagy csapda, a szabálysértési hatóságnak két lehetősége van, vagy közmunkát, vagy pénzbírságot ad. Hát tulajdonképpen a designer használó fiatalok az elején, amik nem jöhetnek elterelésbe, pedig nekik pont az elterelés lenne az a fő irány, amivel valamire lehet jutni. És akkor itt van még az elterelésben még egy ilyen harmadik dolog, aztán akkor befejezem, még egy mondatot mondok, és nem szólok többet, hogy mióta van az, amikor nincs tulajdonképpen rendőri szak, hanem ugye ügyész, 2016. július 1-től van az, amikor gyakorlatilag első nap már ügyészi szaknak minősül a nyomozás, nem? Van egy ilyen? Valami hasonló van. Igen. Valami hasonló van, jó? Tehát igen. És hogy tulajdonképpen korábban az volt, hogyha az elterelés az rendőri szakban vagy bírói szakban záródott le, akkor meg volt a 6 hónapos elterelés, meg volt az igazolása, akkor megkapta ezt a mentesítő papírt. Az ügyészek korábban is kiszámlázták a büntetőjárási költséget. Most, mivel úgy tűnik, hogy én innen nézve a terápia oldaláról, hogy minden ügyészi szak megcsinálja az elterelést a fiatalember, mondjuk 16 éves szegregátumban élő roma gyerek, és akkor utána kap egy csekket 120 ezer forintról. És akkor beszéltem egyszer pártfogókkal, meg ügyészek, és azt mondták, hogy mondtam, és milyen jó lesz majd, ha ezt le kell ülni.
azt a 120 ezer forintot. Azt mondták, hogy ez nem olyan büntetés, ezt nem lehet leülni, ezt végrehajtják. Mondtam, ja, az sokkal jobb. Tehát mondjuk jelzálogot tesznek a családházára, ha még van, mert a gyerek 120 ezer forintot miután megcsat az elterelést. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen látszólag vannak a magyar jogban ilyen kiskapuk, de gyakorlatilag egyik gázabb, mint a másik. Tehát nem tudom, hogy ezek így látszanak, nyilván az ember bíróként józanul ítélkezik, de hogy ugyanakkor meg vannak ilyen tök lehetetlen dolgok, és ezeket arra helyre kéne tenni. Az elterelés után fizetni kell, ezt nem először hallom arról az oldalról. Hát nem azért, de hogy végül azért. Ez az új büntetőjárási törvénynek volt a nagy újítása 2018 nyara óta, hogy ugye, hogyha valakit elterel, az elterelés azt jelenti, hogy felajánlják a kábítószerfogyasztónak a büntetőjáráson kívüli utat, el kell menni egy 60 napos megelőző, felvilágosító, gyógyító, különböző dolgok vannak kezelésre, azt lehet igazolni, a gyakorlatban azért úgy szokott kinézni, hogy elmegy valahova, valamilyen akárhova, akik így csinálhatnak elterelést, akkor havonta egyszer megjelenik, kap egy aláírás, hogy akkor ott volt. És már két hetente. Mindig is két hetente volt. Csak 30 hetente nem lett hosszabb. Ja, bocsánat. És akkor megkapja a kis okirattát, besétál vele a rendőrségre, és akkor megszüntetik a büntetőjárást. A büntetőjárást, hogyha megszüntetik, akkor ez a fő szabály, hogy a összes bűnügyi költséget az állam viseli. Mi a bűnügyi költség, ami az eljárás során felmerült. Ilyen helyzetben a toxikológus szakértő általában az a bűnügyi költség, aki megnézte a vizelet mintát, vagy jobb mintát adott esetben, és akkor az így sok tízezer forintba szokott kerülni. Rosszabb esetben volt egy védő, hogyha fiatalkor, akkor kötelező, akkor is az óránként 6000 forintjával üldögél most már a rendőrség kihallgatásokon. Ebből azért egy ilyen 80-100-100 000 forint egy fogyasztónál is könnyen összejön. Ugye korábban az volt, hogyha megszünteti az eljárást, akár ügyészség, akár bíróság, az összes bűnügyi költséget az állam viseli, új BL azt mondta, hogy hát ez azért nem annyira tartható, hiszen itt mégiscsak elkövettek egy bűncselekményt, mert hát hiába szüntetjük meg az eljárást, attól az még el lett követve, és hát mégis az adófizetők állják ennek a költségeit, és akkor elvileg lehetőség van arra, hogy kötelezze a ügyészség, bíróság a vádlottat arra, hogy megfizesse a bűnügyi költséget. Az ügyészek ezzel a lehetőséggel élnek. A bíróságok, nem tudom, én nem, de már többiek nem tudok beszélni. Elvileg ez egy lehetőség. Ha csak egy plusz információt hozzáadhatok, a TASZ-nak a közérdekű adatigényésére a héten válaszolt egy csomó budapesti ügyészség. Kerületi ügyészségekhez fordultunk ezzel a kérdésre, hogy milyen arányban fizetetik ki a teljes bűnügyi költséget, és milyen arányban a részleges bűnügyi költséget. És ezek egyébként egész meglepően magas összegek, tehát láttunk 500 000 forint fölötti összeget is, és nagy arányban kifizettetik, egyáltalán nem differenciálnak. Tehát olyan szinte soha nem fordul elő, hogy csak pénzben fizettetnék ki ezt az összeget azokkal, akik sikeresen... De nem kell leülni, ez tényleg nem olyan... Hát, viszont most már a nap hajtja végre. Ez a kellemetlen eddig részben. Igen, tehát ugye az előbb azt mondtad, hogy ha már többszörös visszatérő, akkor előbb-utóbb fog kapni egy pénzbírságot. De gyakorlatilag itt tulajdonképpen ez egy pénzbírság, tehát a használó szempontjából ez egy pénzbírság, hogy ő kifizessen 120 vagy 500 ezer forintot. És azt gondolom, hogy akkor ha azt mondjuk, hogy az elterelés arról szól, hogy tulajdonképpen nyilván itt az elterelésnek sokszor van kritikája, hogy akkor tényleg csak bemegy és aláírja a papírt, hogy itt voltam, és 5 perc múlva ott sincsen, hogy tényleg el lehet jutni valamire. Változó. De az elterelésnek azt gondolom, hogy a fő dolga és szerepe az hogy dekriminalizálja ezt a sztorit. Tehát tulajdonképpen lehet, egyszer csináltok hülyeséget. Na de most emiatt tulajdonképpen, amikor megkapom ezt a 200 ezer forintos csekket, akkor egyszer se csináltok hülyeséget. Tulajdonképpen nem értem, hogy ez így valójában mire jó. A másik dolog meg tulajdonképpen az egy olyan vicces, hogy a megelőző felvilágosító szolgáltatást az nem az egészségügyi pénzekből megy, hanem azt külön fizeti az állam, mondjuk az igazságügyi minisztérium, most nem tudom, kihez tartozik éppen, vagy a korábban a szociális minisztériumhoz tartozott. Ez egy évben olyan 150 millió forint, most az utóbbi években körülbelül ennyi volt, 150 millió, akkor az EMMI mondjuk elkülönít erre 100 milliót. Hát mindig van ebből probléma, ezt kifizeti ki. Most amikor felvetettük azt, hogy a designer használók jöhessenek elterelésbe, ez egy óriási probléma, hogy akkor mondjuk azt a másik 150 milliót, ami még akkor ezekkel a fiatalokkal jönne, akkor miből lesz 300? Beszélgetünk erről ilyen kormányzati emberekkel, mondom nekik, hogy
hát most ha már kifizettetik ezekkel a szerencsétlenekkel a büntetőjárási költséget, akkor mondom, az egy olyan kassa, amit tulajdonképpen a drogasztár folyamatosan töltenek. Miért nem lehet, hogy akkor abból a pénzből fizetik ki az elterést? Nem értem lehet csinálni, mert hogy ez megoldhatatlan. Tehát, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, mintha nem akarásnak nyögés a vége, és akkor hogy lehet-e csökkenteni például a büntetőjárási költséget, itt kint a Jurány előtt állok is füvezek, oda jön egy rendőr, azt mondja, hogy pénz, papír, nem tudom mi ez, elszedi. Én elismerem, hogy ez, én marihuánát szívok, akár alá is írom, de ő nem, ő engem bevisz, megpisiltet, elveszi a nálam lévő bármit, az beküldik szakértőnek, a vizeletemet a laborba, és kihoznak tényleg 150 ezer fontot, miközben én tulajdonképpen ingyér is aláírtam volna azt, hogy a füvet szívtam, és hajlandó vagyok elmenni elterelésbe. Miért nem? Tehát tulajdonképpen, mintha az állam direkt csinálna a költséget azért, hogy szivathassa az állampolgárait. Tehát valahol én nekem ez az egész úgy nem áll össze, hogy mi a célja akár az eltereléssel a törvényhozónak. Mit gondolunk, hogyha tulajdonképpen a fiatalokkal eszműveljük, akkor majd így jó alattvalók és állampolgárok lesznek. Tehát, hogy így hová is tart ez a dolog? Most én tudomásul vettem azt, hogy itt a büntető anyagi és eljárások területére itt elkalandoztunk, de azért erőszakkal visszaterelném ezt a kiinduló kérdéshez. Ugye azt tisztáztuk, hogy úgy tűnik, hogy ez a drogmentes vízió, ez nem annyira racionális célkitűzés, és úgy tűnik, hogy azon túl nem is igazán megvalósítható, valószínűleg nem is helyes cél, de akkor mi legyen az ászlón? Szerintetek, akkor mi a helyes drogstratégiai célkitűzés? Krisztián. Hát én amit látok így a kamaszok körében, hogy eleinte tényleg én is próbáltam ezt a teljes abstinencia, meg tényleg felépülés, tényleg semmit ne használjátok, stb. Most egy idő után nekem ez így átbillent, hogy folyamatos ilyen hazudozásba torkolt ez, szóval nem voltak őszinték, és inkább egy ilyen általomcsökkentő üzemmódba kapcsoltam. Tehát bennem ez fogalmazódott meg, hogy mikor az ászlóra leginkább az általomcsökkentést írhatnánk, hiszen tényleg az van, hogy körülbelül így a harmaduk kipróbált már mindenféle illegális drogot, különösen itt Budapesten, akkor már inkább akkor hozzuk ki ebből a legtöbbet, hogy olyan anyagokat kell nyomtatni, ami tényleg olyan felhívja a figyelmet arra, hogy a lehető legkevesebb kárt okozza talán a fiatalokban, hiszen szinte elkerülhetetlen az, hogy beleszaladjanak különböző kábítószerekbe. Szerintem egy kis magyarázatra szorul, hogy mi az ártalomcsökkentés célja, és hogy ehhez képest milyen célok vannak még. Hát például az, hogy mondjuk felhívni a figyelmet, mondjuk ilyenekre, hogy mondjuk bekapsz egy extázit, akkor lehet, hogy érdemes inkább, nem tudom, egy féllel próbálkozni, hiszen nem tudhatod, hogy mennyire szennyezett a történet, hogy te folyadékot igyál, meg eleve felvillantani azt, hogy kezdetben tapasztalhatsz pozitív hatásokat. Tehát, hogyha azt lehazudjuk, hogy ez mindenképpen egy rossz érzés lesz, akkor nagyon gyorsan ugye hiteltelenné válunk. Tehát kipróbálják, úgyis kipróbálják, és látni fogják azt, hogy na hát ezek hazudoznak. Tehát én inkább arra szoktam felhívni a figyelmet a srácoknál, hogy igen, kezdetben ezt a jótékony hatást érzékelheted, lehet, hogy ez így rezonál a szükségleteidre, a belső hiányosságaidra, de ezek a gyógyító hatások, ezek szépen fokozatosan elhalványulnak. És hogyha ezt belátják, és még egyet szoktam mondani, hogy igen, hogy valószínűleg elkerülhetetlen az, hogy kipróbáljanak dolgokat, de hogy próbálják ezt minden később. Tehát, hogy érjen az a személyiség, haladjon előre ez az építkezés. És azt szoktam mondani, hogy inkább nyomják meg az elejét, szerezzenek valami szakmát, legyen vesztenivalójuk, legyen egy baráti társaság, egy szerelem, és akkor ezt meg lehet fűszerezni néha egy-egy dologgal, csak több lábon kell állni, és akkor már nem fog belekapaszkodni az ember abba az egyetlen egy örömforrásba, hanem egyszerűen sok lábon áll, tudja, hogy be kell menni dolgozni, tudja, hogy ott van a gyereke, a szerelme, a munkája, vannak hobbiai, és igazándiból ez már megtartja, tehát nem fogja majd az egy darab joint tönkretenni az életét, csak azt fel kell először építeni. Tehát én ezt szoktam, ezt az üzenetet így nekik átadni.
Ha jól tudom, a Nemzeti Drogstratégia az idén ér véget, a 2013 óta tartó. Tehát annak nagy jelentősége lenne, hogy ahogy ezt számos országban csinálják, hogy ilyenkor egy értékelő hatékonysági vizsgálat keretében megnézik, hogy akkor a prioritásokkal kapcsolatban mi a helyzet, mi valósult meg, mi nem valósult meg, a programokat megnézik. Tehát óriási jelentősége lenne, hogy amikor 2020 utánra készül egy drogstratégia, akkor az ennek a mostaninak az értékelő hatékonysági vizsgálatának az eredményei nyomán készüljön. Szerintem van egy, azért egy elég jó segédanyag, hogy az Unió drogstratégiája, ez 2010-től a 2023-ig szól, és az ott nagyon szépen két pillér, ott van a keresletcsökkentés, ott van a kínálatcsökkentés, és a keresletcsökkentésnél mindaz, amit elmondtál, azok nagyon szépen ott vannak, hogy abban mit értenek bele. A prevenciótól, a közösségi tevékenységen át, az ártalom csökkentésig, és hát ott van a kínálatcsökkentésnél, ott jön elő a hatósági, rendészeti, büntetőjogi beavatkozás, és ahol összeköti a dolgokat, az intézmények közötti kooperáció, a multidisziplinaritás, hiszen a kábítószerezés az egyszerre egyéni, társadalmi, közösségi gond, stb. Stb. Tehát azt érdemes lenne komolyan venni. Tehát a kérdésedre a válasz az az, hogy igen, egy kereslet, kínálatcsökkentés, ahol a kereslet csökkentésben sok minden van, és az ártalomcsökkentést azt nem kéne szitokszónak tekinteni. Többnyire, akiknek ez nem tetszik, valami olyan morális alapon szokták elutasítani, hogy megalkuvás a rosszal, mert nem akarja magát a kábítószerfogyasztást felszámolni, hanem csak az abból fakadó hátrányokat. Tehát mennyi minden dolog van, hiszen az ártalomcsökkentés onnan jön a közegészségügyből. Mennyi fajta féle betegség van, amelyet nem tud megszüntetni az orvostudomány, de tudja csökkenteni a hátrányait. Tehát ezen a területen is ezt azért érdemes követni és alkalmazni. Most itt mindenfelé próbálok nézni, hogy hát mennyire működik ez a gyakorlatban, mert ez ugye a célok szintjén nagyon jól hangzott. Ártalomcsökkentés, ugye hallottunk itt egy csomó eszközről, mi az, ami segíthetne. Mennyire funkcionál az ellátórendszer? Elsősorban Jánosra nézek, és aztán Krisztiánra is. Hát az ártalomcsökkentés az nagyon nem jól funkcionál. Van Magyarországon hivatalosan alacsony küszöbű intézményrendszer, amiknek a elképesztő finanszírozása van mínuszban, tehát hatalmas adósságok vannak ezen a területen. És hát, hogy tulajdonképpen az látszik, hogy a szolgáltatói azt szokták mondani, hogy ellátási piramis. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a piramis az jelképezi azt, hogy a piramis alján többnyire alacsony küszöbű szolgáltatások vannak, olyan szolgáltatások, amikben való bekerülés az nem támaszt különösebb feltételeket a szolgáltatást igénybevevőktől, és hogy haladunk fel a piramisban, úgy több mindent várunk el, elvárunk itt a tajszámolt, és elvárunk valami konszenzust, valami vállalást, akár mondjuk, hogy időpontra érkezzen a kliens, vagy egy rehabilitációt, hogy számos szabát tartson be, megyünk ebbe a piramisba fölfelé, és ez nyilván azt is jelenti, hogy a piramis alján sok klienst érünk el, és hogy mondjuk felfelé a piramison, ugye egyre kevesebb kliens tudja megugrani a következő lépcsőt. Magyarországon ez a szolgáltatói piramis, ez inkább egy ilyen szolgáltatói téglalap, mert hogy tulajdonképpen nincsen nagyon több alacsony küszöbű szolgáltató, mint rehab. Ez azért nagyon komoly, hogy tulajdonképpen amikor a rehabokban nincsen elég ember, vagy nagyon keveset vannak bent, tehát hogy azért a rehabokban elmondhatjuk, hogy a bekerülő klienseknek egy nagyon nagy része az első héten távozik, hanem az első nap, és az azt jelenti, hogy nagyon nem volt felkészítve arra, hogy hová is megy. Magyarországon még mindig gyakorlat az, hogy fogom a hülye gyerekemet, és oda megyek a rehabra, és azt mondom, hogy fogadják már be, és akkor valamit csinálnak vele, szereljék meg, nem tudom, ilyen forrasztópákával, vagy bármivel, nem lehet vele otthon létezni.
És ez a gyerek ez nincs így előgondozva, a szülők sem készülnek fel, de tulajdonképpen bármelyik szintjén ezt így elmondhatjuk. Tehát, hogy tulajdonképpen az alacsony küszöb arról szól, hogy van kellő mennyiségű elérőprogram, lenne differenciálás, valóban igazi differenciálás, oda vinnénk a szolgáltatást, ahol a kliensek vannak, lenne egy rakat ilyen mobil, meg mindenféle istáta mögötti helyeken szolgáltatás. Nyilván itt a következő pont, hogy akkor mondtam, hogy nincs elég pénz, de hát nincsen elég szakember. Most, amikor itt gondolkodunk azon, hogy szegregátumokban lévőkkel, és akkor vannak a nagyvárosi, de vannak a vidéki szegregátumok, ki fogod dolgozni? Tehát, hogy így van elég szakember? Hát nincs. Hát gyakorlatilag a fővárosi szolgáltatásoknál vannak üres állások. Nem kevés, sok. Tehát sem, nem csak orvos nincsen, szociális munkás sincsen. És akkor időnként vannak pályázatok, ami most inkább ilyen uniós pályázatok a magyar kormány által. Például van ez a kabos pályázat, aki hallott erről. Ebben régen volt kutatás, ártalomcsökkentés, prevenció, a KEF-ek, ezek a kábítószerügyi egyeztő fórumok, amik a közösségi drogprevenciók a szinterei. 2009-ben ezek a speciális kabos pályázatok, ez 1,5 milliárd forint volt. Aztán 2011-12-től ezen 250 millió lett, mert is forrolunk el, aztán ez feltornázta magát 350 millióra, de 2019-ben sajnos nem nagyon volt kapacitás arra, hogy ezeket a pályázatokat írják, tehát elmaradt a kabos pályázat. Rengeteg olyan kis szervezet, civilek, akik 2-3 millióból egy lakótelepen, egy saját közegben nagyon sok minden dolgot tudnak csinálni, ők így lassan kimúlnak. Tehát tulajdonképpen az állami szerepvállalás nem ér el mindenhol, nem is kell, de lenne rengeteg olyan kis szervezett civilek, akik el tudnának látni ilyen feladatokat. Gyakorlatilag ez a szféra, ez így lassan kihal. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezért nem csak ezzel a szolgáltatói piramissal van rengeteg probléma, hanem hogy amit a szolgáltatói piramisban mondjuk így az ilyen önkormányzati, állami, hivatásos egészségügyi, hivatásos szociális rendszerek nem tudnak megtenni. Aki ezeket a munkákat elvégezni, az pedig ilyen vagy koncepciószerűen végezi ki őket ez a rendszer. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy hát nagyon-nagyon aggasztó, tehát hogy kétségbeejtő. És akkor ilyenkor mondhatjuk azt, hogy hát akkor ilyenkor lehetne ártalmat csökkenteni, ami olcsó, nagy tömegben él embereket, miért nem történik ezzel valami, és akkor itt valahogy visszakanyarodunk oda, hogy igen, vannak lelkes emberek, akik így saját erőből, saját lelkesedésből végeznek munkát, ez sokszor megy egy darabig, nyilván ez a területen azért nem nehéz kiégni, és hát én most már elég régóta dolgozok, én 95-ben lettem a Pécsi Drogambulanciának a vezetője, azt csináltam sok minden, de hogy tulajdonképpen azért látom, hogy mennyi mindenki szűnt meg körülöttünk, válik így kedvetlenné, és azt mondja, hogy ezzel az egész dolgot nem lehet mit kezdeni. Amikor ránk zuhantak a dizájnerek, azt láttuk, hogy tényleg szóval tetszhalottként működik a rendszer, szóval ilyen lehangoló képről tudunk beszámolni. Hát most próbálnám ezt valahogy egy ilyen pozitívabb irányba tenni, de nem fog menni, ahogy tartok. Mert hogy én magam is felírtam egy ilyen kommentet, ami úgy szól, hogy karatán kívül segíteni senki sem lehet. Krisztián, szerinted ez igaz? Hát én azt mondanám, hogy igen, kell valami saját motiváció, és most egy picit visszacsatolnék arra, amit János mondott, hogy az alacsony küszöbű ellátások ugye megritkultak. Tehát ezek nem csak azért fontosak, mert hogy konkrétan mondjuk tűt cserélnek, hanem azért is, mert ez egy frontvonal, egy kapocs ezzel a szubkultúrával. Tehát ez az a dolog, ami csomószor bevonza az embereket, a függőket az ellátóhelyekre. Tehát bemegy egy ilyen drogambulanciára, nem azért megy be oda, mert hogy ő rehabra akar menni, ő valószínűleg csak tűt akar, vagy egy melegtár akar, valamilyen vitamint, vagy régebben volt ilyen, hogy ilyen lisztet lehetett kapni, meg ilyen kekszeket,
És akkor persze ott elindul egy beszélgetés, aztán lehet, hogy elmegy utána, de aztán majd megint oda megy, és a motiváció, tudod, az így ingadozik így a szenvedélybetegeknél. Eljön egy pillanat, amikor esetleg úgy fog bemenni azért a tűjét, vagy azért a kekszélt, hogy a továbblépés kapcsán érdeklődik, hogy valamilyen kezelésbe szeretne bekerülni. Tehát én azt mondom, ilyen hasonlókat én is átéltem, hogy mindenképpen kell valami saját motiváció, ami most ez a katartikus kulcsélmény, azt hiszem, hogy pont te mondtad az egyik előadáson, engem ez így megragadott. Nekem is például annó volt egy ilyen katartikus kulcsélmény, és akkor ez adott némi motiváció, de én azt mondom, hogy azért kell elhatározás, de kell intézményi segítség is. Igen. Az én kérdésem az arra vonatkozik, hogy te ezt a munkáddal tudod-e valahogyan tompítani? Főleg akkor, amikor fiatalkodókkal foglalkozol. Egyféleképpen az egy adottság, hogy ami le van írva a BTK-ban, hogy büntetendő, az nekünk ott van, az nem tudok mit csinálni. Nyilván semmi véleményem sem lehet róla, azt gondolom teljesen jól sem. Én tudok ezzel az egésszel kezdeni, hogy a helyén kezelem a dolgot. És ezt így sokféleképpen lehet a helyén kezelni, és kicsit távolról fogok most közelíteni. Egyféleképpen tudom ezt a dolgot tompítani, ha egyáltalán akarom tompítani, a büntetés kiszabásánál. Tehát amikor azt mondja a törvény, hogy 2 évig kérdő szabadságvesztés, ezzel nem csak azt mondja, hogy 2 évig kérdő szabadságvesztés, hanem hogy közérdekű munka, pénzbüntetés, próbálatbocsátás, megrovás, ezeket is mind mellé kell érteni ilyenkor. És ez a bíró múlik, hogy melyiket választja, és mit lát az adott embernél. Azt, hogy mi alapján választ egy bíró, és ez nem csak a kábítószeres bűncselekmények rége, hanem mindegyik másikra, tehát mi alapján alakul ki az a végeredmény, amit aztán az ítélben leírunk, a bűnös valamiben, ezért őt a bíróság erre és erre ítéli. Ezt hát nagyon nehezen lehet ezt megmagyarázni. Meg kell melegedni az ítéletbe, tehát ezt az ember kénytelen valamilyen szinten megmagyarázni. De ezek az indokok, ezek, amiket le tudunk írni, azok igazából soha nem teljesek. Mert azt nem tudjuk leírni, hogy mit látunk azon az emberen, aki ott áll előttünk. És ezért fontos, hogy lássuk az embert, akit felett ítélkezünk. Most erre is lehetőség adag, mint a töljárásra negyedülött. Nem gondolom szerencsésnek, azért nem állt az embert megnézni magunknak, meg ugye azt is gondolom, hogy akit elítélek állam nevében, annak azért idig a szemébe nézni, miközben ezt csinálom. A büntetés kiszabás az nem egy exakt tudomány. Nagyon sok része intuitív. Nyilván a kereteket megszabja a törvény. Nyilván fel tudom sorolni a súlyosító körülményeket, enyhítő körülményeket. Azt már ez egy kicsit nehezebb megmagyarázni, hogy az enyhítő körülmények közül melyiknek milyen nyomatékot ad. Mert ezt szoktuk írogatni, hogy igen nagy nyomatékkal értékelte a bíróság azt, hogy valami tök mindegy, hogy mit igazából ebből a szempontból. Rendkívül nagy nyomatékot. Tehát ilyeneket le tudunk írni. Most ebből utólag kitalálni, hogy miért, de igazából nem nagyon lehet. És ez adja a mozgásteret. Mert jobb esetben, hogyha ez így szépen meg van fogalmazva és le van írva, akkor majd a másodfokú bíróság is elhisz, hogy ezt én jól csináltam. Hát vagy nem, akkor majd megváltoztatja, hogyha ez neki nem tetszik. De ami a fontosabb, hogy a vádlott is elhiggye. Tehát, hogy azért az nem árt, hogyha... Ugye azt azért mindenki tudja, hogy kábítószert fogyasztani a bűncselekmény. Nem lepődik meg senki, hogyha ezért megbüntetik. Gondolhatja azt, hogy ennek nem kéne így lennie, de így van, tehát ez nem nagyon tud mit kezdeni. Tehát valaki fogyaszt, akkor nem nagy esélye, de meg fogják büntetni, hogyha elkapják. És amúgy könnyű elkapni. Tehát ezt én szoktam mondani nálam fiatalabb embereknek, hogy éppen ez előfordul, akik általában azt hiszik, hogy mindent jobban tudnak, meg a magyar rendőrséget azért nagyon leszokták nézni. Én azt gondolom, hogy nem kell. Tehát hogyha a magyar rendőrség, hogyha neki lát dolgozni, azért megvannak az eszközi arra, hogy elkapjon bűnözőket, bárki gondol erről. És ahhoz, hogy fogyasztót elkapni, egy dolgot kell néznie, hogyha van egy füles arra, hogy abban a lakásban, és mindegy, hogy hol Budapesten, ott éppen kábítószert árulna, akkor a rendőrségnek a lehető legprimitívebb módszer az, hogy leáll egy autóval a ház előtt, és aki bemegy, és egy-két perc múlva kijön, az valószínűleg kábítószert vásárolt, azt a 3 sarokkal arrébb megfogják a kollégák, és beviszik. És nem azért, mert a fogyasztóra mennek, hanem azért, mert kell 3-4 fogyasztó ahhoz, hogy a dealer át lehessen bizonyítani azt, hogy ő kereskedő. Hát igazából a rendőrt se érdekli, hogy ő mit fogyaszt. A rendőrt az érdekli, hogy a fogyasztón keresztül tudja bizonyítani a kereskedést, ami már nem mindegy. Tehát ilyen egyszerű módszerek is be lehet ebbe bukni.
Tehát valószínűleg, aki ezt eljut idáig, az kapja valamilyen büntetést. Nekem az a dolgom, hogy meggyőzzem arról, hogy ez a büntetés, amit én kiszabtam vele szemben, az igazságos. Vagy legalábbis nem volt más választásom valami büntetést kiszabni. Szerintem nagyon sokáig nem választottam a kérdésre. Bármivel szeretnétek-e a vendégeinkhez fordulni? Kérdések. Hogy mondtad, hogy vannak alternatívák. Milyen alternatívákat lehet elégezni? De ugye a legtöbb dolgokügyének pont az a baja, hogy nem találok behelyzállni, és nem csak a rákfalukban, hanem városokban is, hogy otthon a család nem tud vele foglalkozni, nem tud vele foglalkozni, és hát keresi az oldalakat is. Milyen alternatív lehetőségek? Igen, hát egyébként egy ilyen fél éves ilyen rehabilitációs kezelés alatt azért viszonylag nagy mozgásterünk van abban, hogy egy kicsit felvillantsunk más lehetőségeket. Tehát például a rehabon mi tényleg elviszük őket így mászni, falat mászni. Ez akár preventív jellegkezés is. Aha. Hát én végülis nem a prevencióban dolgozom, hanem leginkább már a futószalagonnak azon a részén, amikor már hát nem is az, hogy feltétlenül függőkkel, mert hogy valamelyik gyerek úgy kerül be oda, hogy igazániból nincsen ilyen testi függősége a szerektől, csak úgy kicsit deviánsabb, mint az átlag. És hogy tényleg ez egyébként nagyon működik, hogy rájönnek arra, hogy azért vannak egyéb olyan élmények, ami megmozgatja a jutalmazó rendszerüket. Tehát például sokan rákattantak a falmászásra, ezt tudom milyen példakét mondani. Más kérdés? Bocsánat. Tudjuk el a film vissza kérdően, de itt nem is tudom, melyik kollég említette, hogy én nagyon örültem az alkoholnál például. Most, hogyha csak simán vegyületre tekintik mindegyiket, az alkoholt, vagy bármilyen drogot, csak simán kémiai szempontból tekintve. Nézd meg akkor, mindig arról van szó, hogy a drogosok, de soha nincs arról szó, hogy pontosan milyen faj, hányféle drog van, és pontosan mi a hatásmechanizmus, mi az, amit ad. Nézzük csak az alkoholt, az egy egyszerű szénhidrogén vegyület. De például, ha nem mondom messzi, akkor benne az extazit. Tudtommal leginkább MDMA van benne, némi speed, még egy kicsit, hogy kitvénítsa be. Most, hogy tegyük fel valakit beteszik ilyet egy buli alkalmával, és ettől sokkal nehézenére, sokkal szeretett kapcsolatok egyébként maga körül. És kicsit talán egy bulit, mint hajnal három. De amúgy más nem okoz. Ellen az alkohol, pusztít, nyomorba dönt, hogy nem menjek túl messzire az ilyen szlengekkel, és ő gyakorlatilag túl sok mindent nem ad, mint hogy eltapítja az agyunkat. Akkor miért van ez ennyire megkülönböztetve, és miért van ennyire háttérben az állandóban az alkohol? Hát azért az alkoholnak azért sokkal erőteljesebb beágyazottsága van már ebbe a zsidó-keresztény kultúrkörbe. Tehát, hogy nyilván ez az ajtó, ez már kinyílt nagyon régóta. Ezek az ajtók, ezek meg csak így mostanában nyitogatódnak. Tehát, hogy nyilván ezt már nagyon nehéz lenne visszacsinálni. Tehát persze ez össze, hogyha mondjuk az alkohol most jön neki, akkor gondolom azonnal ilyen tiltólistás történeti válna. De ezt így visszamenőleg már ugye nem lehet nagyon így visszacsinálni, hiszen mindennel összegabajodott ez a drog, tehát tejfakasztó buli, szilveszterkor kocintunk, mindennel összegabajodott ez a kocintás. Míg azért, én azért az extázira sem mondanám azt, hogy most ez aztán olyan hú, de egészséges dolog, hiszen azért nagyon sok kamasznál látom azt, hogy így a motivációs szintjüket azt így nagyon aláaknázza. Tehát bekapnak egy-két bogyót hétvégén, utána elhasználják az összes dopaminjukat így napokra előre, és utána szerdáig, mint egy ilyen hullák, csak így néznek ki a fejükből, és így azért képtelenség így elkapni a tanulásfonalát, a hobbik azért mégiscsak így háttérbe szorulnak, tehát hogyha gomnyomásra tudsz ilyen nagyon-nagyon jó érzéseket elérni, akkor motiválatlanná válsz, hogy elmenjél az a kézilabda edzésedre, hogy elmenjél a gitár iskolába. Tehát én nem mondanám azért az extazira azt, hogy így a
Norbi update diétába így belepasszol. De kétségtelenül kevésbé talán, hát nem tudom, beszéljes be, azt sem mondanám. Nem talán csak annyi, szóval nyilván tényleg van egy ilyen szociokulturális háttere, de mondjuk az alkoholból tényleg van olyan mennyiség, tudsz fogyasztani annyi mennyiséget, aminek tulajdonképpen nincs egészségkárosító hatása. És hogy még a WHO-nak vannak ilyen ajánlásai, hogy mint mondjuk egy tartósan, egy férfi ember egészségkárosodás nélkül hetente 20-22 egység alkoholt ilyet meg. Szerintem azért ennél kicsit kevesebb járná, de hogy körülbelül ezt mondják, a nők ennek a felét. Nem azért ihatják meg a nők a felét, mert ők rosszabbul bírnak az alkoholt, hanem azért, mert a nők kisebbek, könnyebbek, több a zsírszövet a testükbe, és az alkohol a vizes terekben osztik el. Tehát ilyen szempontból egy 90 kilós pasi, amit megiszik, az, és mondjuk egy 60 kilós nő, akkor az körülbelül úgy jön ki, hogy mindenki megiszik egy liter bort, akkor ahogy ez így elosztik, ahogy levonlik a véralkohol szint, tehát körülbelül akkor vannak elgálva, hogyha nő a felét iszza, mint amit a férfi. De hogy önmagában az, hogy mondtad, hogy örbutit és nyomorba dönt, igen, tehát nyilván már csak azért is, mert hogy Magyarországon különböző számok keringenek, de mondjuk egy olyan 7-800 ezer körüli alkoholdependenciában szenvedő ember van. Nyilván az erőszakos bűncselekmények nagyon nagy részének a háttérében ott van az alkohol, nyilván a közlekedési szabálysértések, ittasérítés, tehát nyilván, hogy tulajdonképpen sokkal nagyobb tömegben jelentkezik a probléma, nyilván nem alkohol, egyéb pszichoaktív szereknél is látjuk, hogy örbutit és nyomorba dönt, akár a gyógyszerek, a nyugtató és altató szerek, Xanax, a Prontin, a Rivotrin, sorolhatnánk, de hát nyilván azért akik a drogrehabokban vannak, ott olyan fiatalok vannak, akik túlzásba vitték a serkentőszer használatot, az opiát használatot, de hát itt vannak a viselkedés és függőségek, tehát nyilván volt olyan kliensem, aki mire észrevették, hogy a családi szépből nyúlja a pénzt, addigra 48 millió forintnál tartott, nyilván addig nem vették észre, tehát van az a szép, amivel az nem tűnik fel a 48 millió forint. Volt olyan család, ahol a gyerek eljátszott 72.300 forintot, és gyakorlatilag az egyből kiderült, és az probléma volt. Tehát, hogy nyilván tehát bele lehet menni az űrzavarba. Itt szó volt, hogy milyen drogpolitikát szeretnénk az előző kérdésnél, ott akkor nem szóltam, de talán a TASZ-nak az első, mióta van a TASZ? 25 éve. Talán az 90-es év végén volt egy ilyen, az első ilyen drogpolitikai küzdelem, az a cím, hogy józan drogpolitikát. Tehát nyilván józan drogpolitikát szeretnénk, a használatban meg ilyen mértékletesen. Tehát, hogy vagyunk a mértékletességgel bármiben. Tehát, hogy tulajdonképpen bármilyen veszélyes drognak vannak olyan használói, akik egy mértékletes szinten tulajdonképpen elműködnek, ha elegendő szünetet tart, hogyha betart néhány aranyszabályt használatként, és ezeket úgy tudja tartósan csinálni, akkor azt gondolom, hogy jó, tehát szoktam mondani, hogy az élethez már kell, nem olyan metszet, hanem ugye a szerencse, de hát tehát kerülhetünk bajba, bármilyen nagyon körültekintes és biztonságosan élünk, mindent betartok, egészségesen élek, sokat mozgok, aztán egy ilyen koronavírus fején talán is vége az életenek, de hogy alapvetően ezért a nagy Gauss-görbe alapján a többség, hogyha mértékletesen működik, akkor igenis lehet egy biztonságos életet úgy összerakni, alkoholból is, de hát fűből, vagy heroinból is, ugye? Heroinból nem rakhatunk össze, ilyen az ókját. Úgyhogy ez lesz a záró gondolat, ez a helyzet. Nagyon szeretném nektek megköszönni a TASZ és a többi szervező nevében is, hogy eljöttetek. Én azt hittem, hogy ez egy nagyon nehéz beszélgetés lesz, mert hogy ugye Magyarország 2020-ra egy drogmentes ország, tehát én azt gondoltam, hogy nem lesz közös témánk, de akkor szerintem mégiscsak volt. És az is kiderült, hogy ha jó drogpolitika, az nem is feltétlenül józan, azért a szakértők azok feltétlenül azok. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a részvételt, és akkor remélem, hogy nem rohantok el, hát ha itt még némi kérdés feltevése lesz alkalom. Köszönöm szépen!